Lakossági fórumra várták az érintett lakosokat a karcagvárosi önkormányzat a Nagyvénkerti Városrész fejlesztés elnevezésű projekt csapadékvíz elvezetési pályázati része kapcsán. A projekt részleteiről Szepesi Tibor polgármester, S. Nagy Károly és Varga Viktor műszaki ellenőrök, Harsányi Gábor tervező, valamint Kun Imre a kivitelezést végző Kun Matrix Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást a lakosoknak. Kettő része van ennek a pályázatnak, az egyik az maga a csapadékvíz elvezetési rész, a másik pedig ehhez kapcsolódó elemként az Ohio téri parkolók és térburkolat felújítása, okospad elhelyezése, műfüves játszótér kialakítása a Nagyvénkerti lakótelepen, illetve egy ifjúságnak szóló gördeszka pálya építése is. Ugye, mivel ezek különböző eljárásba tartoznak és különböző építészeti megoldásokat tartalmaznak, ezért a közbeszerzési szakértő véleménye az volt, hogy bontsuk két részre magát a közbeszerzési eljárást, tehát legyen egy csapadékvíz közbeszerzési eljárás, és legyen egy egyéb építészeti részeket tartalmazó pályázati felhívás. Most a csapadékvíz közbeszerzési résznek a végére értünk, a másik rész is hamarosan el fog kezdődni. Polgármester úr a fejlesztés paramétereiről, valamint arról is tájékoztatta a lakosságot, hogy mely utcákat érinti majd a beruházás. Mederelemes csatorna kiépítése 1300 méter, betonáteresz építése 40 folyóméter, befogadó csatornák partvédelme, illetve kotrása fog megtörténni ebben a pályázatban, amely utcák pedig a Szövetkezet, Diófa, Csató, Keménypál, IV. Béla és a Szarszaus Márton utcáknak a csapadékvíz elvezetését érinti. A csapadékvíz elvezetése tekintetében eredményes volt a közbeszerzési eljárás. A nyertes kivitelező a Kun Matrix Kft. Tiszafüredi székhelyű cég. A lakossági fórumon jelen volt a cég ügyvezetője Kun Imre is. Említett utcákon épülő csapadékvíz csatornák több irányból is a Füredi úti csatorna befogadójába lesznek bekötve. A kivitelezés olyan szinten fog a ütemterv szerint épülni, hogy a területen lévő lakók mindenféle képpen meg tudják közelíteni a saját ingatlanjaikat. Tehát nem lesz olyan, hogy egy-egy lakónak várni kell arra, hogy most a saját ingatlanára be tudjon jutni, mert több irányból is lehetővé tesszük azt, hogy meg tudják közelíteni a ingatlanjukat. A területen nem mély csatornák épülnek szerencsére, meg részben le is lesznek fedve szivágós fedlappal, ott, ahol a tervező úgy tervezte ott közúti forgalmat, illetve teherforgalmat, illetve személykocsi forgalmat elbírnak, és a öntöző, illetve a Tiszafüredi úti csatorna lesz ennek a csapadékvíz övlözetnek a befogadója. A beruházás kivitelezése már el is kezdődött, így hamarosan megoldódik az érintett városrész csapadékvíz elvezetése.